videót. A notebook.hu támogatta. Támogatta. Na hát szavaztok, srácok, itt vagyunk egy brand new játék demójában. Tegnap éjszaka kaptam meg a kódot, reggel 6 óra van. Ugyanis megyek el itthonról, de gondoltam, hogy csinálok belőle egy videót, és így ma nem RP fog kimenni. Amúgy is a héten hétfőn ment ki, szóval kicsit meg van bonyolítva. A lényeg, hogy jönni fog az RP holnapi napon, de ma akkor ez. Úgyhogy nézzük meg. Elvileg valami kempinget, nyaralót kell nekünk itt mókulni. Nem tudom, mi a jó Isten van. Nézzük meg. Én azt mondanám, még annyira nem indítottam el, úgyhogy csak megnézem, hogy nem elakad meg ilyesmi, de ahogy látom, hogy nem. Egyébként majd lájkot ne felejtsetek el durrantani rá. Na, itt egy nő. Hello! Jó Istenem, hogy a jó Istenben nézelte ki. Jaj, ez nekünk most itt beszélni fog, te jó Istenem. Oké. Szóval, nagyjából elmondta, hogy mi a szar történt itt. Ez a sziget, ez hát eléggé le van most robbanva, tönkretette az előző tulajdonosa, mert hogy kapzsi volt, és pénzéhes, és akkor most hát itt van a mi időnk, eljött a mi időnk. Jaj, ne beszélj továbbra, Jézusom, azt meg jön is a nő, hagyjál már. Jaj, hát jó van. Szóval nagyjából ez van, és akkor, hogy most eljött az idő, hogy megcsináljam én az egész szigetet, és hogy biztos, hogy a Malu népe elkemesztő megfogja, vagy hát díjazni fogja. Oké, mit kell csinálni? Azt mondja, hogy szedjük össze a kis szemeteket először is. What the fuck? Oho! És az hova? Ezt így egy hústüskére? Oda néz! Csak ne csinálgassál engem, hogy százat kell egyszerre, mert hülyét kapok. Jön fel közben a nap. Oké, hova tegyem? Néni! Hova jó Istenbe tudom tenni? Ez itt egy kuka? Hát, ide nem kell beletennem. Jesszusom! Nénike! Hova az anyámba tegyem? Rá a tűzre? Na, jó van, ide tesszük, nem tesszük rá a tűzre, mert itt a nénike, ez megcsinálgat engem. Fú, hát szörnyű, hogy ezzel hogyan kell mókulni. Oké, azt várja, azt kollektálni lehet. Borzasztó ez a villa, és ezzel, amire én összeszedem ezt a sok szart, oda néz. Vannak kagylók, mit akarsz? Hát ide lepakolunk, az majd lesz valami. A lényeg az az, hogy az összes ilyen kis picsen pöcsömet össze kell szedni, de ez a hústüskete? De elégett, figyelj, elégett. Mit akarsz? Nem tudom, mi baj ennek a nénikének, hát én... Ó, hogy mindig véletlen elteszem. Hogy a szarba került ennyire retek ide? Oké. Jaj, most már... Figyelj, most ide tesszük, jó? Azt mondja, hát itt még rengeteg van. Biztos ezt az összeset össze kell szedni? Nem azért csak, hát mert a 100% az előbb meg lesz, mint hogy én ezeket összeszedem. Na de nem csinálunk fél munkát. Mindent fel fogunk szedni. Kíváncsi leszek, ugye rengeteg ilyesmi játék van és jönnek ki. És tudjátok, hogy amióta ezek léteznek, én ezekkel nyomom. Jaj! Várjál már! Annyi új infót mondott, amit én is csináltam, hogy az előző tulajnak volt egy olyan szokása, hogy vagy a tengerbe dobta a szemetet, vagy pedig tűzre tette, és hogy nem oda vitte, ahova az való. Mi a szar történt? Kiléptem a játékból. Szóval most ezeket meg kell fogni, ezeket a bageket, és akkor oda küldeni a izéhoz, kukába? Persze, hogy ennyi, hát figyeljetek, ne bóckodjál, hogy nyitom ezt fel? Valahogy dob bele. Ó, hát... Azt hittem, még nekem kell kiválogatnom, most már hülyét kapok. Ne dumálj! Viszem ezt a szart, hagyjál már! Hallod, mindent oda bele hordunk. Bele tudjuk hordani? Persze, mit akarsz? De akkor eredetileg még kellett zsákolni. Látod, né? Jaj! Oda nézzél, kis teknős, halló! Ho! Hogy átmegy a fán? Szóval nem tudom, mit dumált nekem eddig. Érted, itt a műanyagot elhasználom, a nejlont, nemhogy ide hordtam volna, vagy a kukát vittem volna oda.
Ezeket is. Figyelj, kuká, úgy izélt, még kukában még egy kukát is beletesszük, mindjárt keresek, he. Azt a mindenit mennyire tekte. Azért tehették volna közelebb, és nem csinálom, hogy nem vitték el idáig folyamatosan. Azért gondolj már bele, mindent oda kéne izélni. Hordani. Uááá, mi a szar? Hogy kerültél te ide? Te, ezek a dumák, ezekkel engem kicsinál. Hát hagyjál már békén, hagyd dolgozzak. Na, ezt is dobjuk bele. Ez a néni, ez biztos... Hagyjál már békén! Hát de komolyan... Még nem végeztem, majd utána mondod a szarodat. Na jó, elméleti szinten mindent eldobáltunk. Azt mondja, hogy el kéne tüntetnünk a szétcsesződött dolgok menetének az állását. Aha. Hát figyelj, akkor most már mindent. Oké. Te, hát ez... Hallod, én mindent eltüntetek. Nem biztos, hogy mindent el kéne. Szerintem hagyjuk. Azt mondja. De, mindent. Itt minden mutat. Minden szét van már csesződve. Szarba leszünk, srácok. Itt mindent eltüntetek el. Ajajajajaj. Oszlopok, minden megy. Az baj. Nem, de hát ez a feladat. Csak szeretem itt fokozni a hangulatot. Oda nézzél, hogy örülnek. Ott az a csík. Örültök, mi az anyátok picsáját? No! Ez itt... Azt a minden itt már ez a szélte. Na, most azt mondta a nő, hogy Malu mostantól a mi otthonunk is, úgyhogy annyi bungalót építhetünk, amennyit csak szeretnénk. Lényegében ennyi. Ja, meg még mondta, hogy hát vágni kell fát. Na! Hogy a jó Istenben nézünk ki? Építsünk új buildingeket. Ezt hogy tudom megtenni? Például megnézzük. Aha, buildings. Oké. Nem tudjuk oda tenni, várjál csak. Hova tudjuk? Az előbb itt volt valami. Aha. Hopp. Hopp. Oké. Hogy csináljuk? Várjál csak. Oké, tehát megfogjuk a fát. Azt oda tesszük. Deszkából csinálunk oroszlánt oszlopot. Látod? Na, tehát fel tudjuk használni első körben azokat, amik vannak itt. Aztán nyilvánvalóan majd el kell... És hova mentél te? Szóval nyilvánvalóan... Hát ezzel mi van? Hát baszki, abban nem lehet csinálni. Hát de hát eddig lehetett. Aha, oké. Ebből lehet ilyen lószart, nem lehet, jó. És akkor majd el kell mennünk valahova szedni ilyen dolgokat, fát vágni, meg ilyesmi. Na most nem tudom, hogy a demóban mikre van lehetőségünk, de egy ilyen házat mindenféleképpen felépítenénk, hogy kicsit megnézzük, hogy milyen, és akkor úgy tudnánk gondolkodni azon, meg ti is ötleteljetek, hogy legyen-e majd belőle gameplay, mert hát a demo az mindig egy ilyen kis betekintés, nyilvánvalóan Steam-en megtaláljátok a játékot, nem fizetett szponzoráció, de értitek, hát mondták, hogy próbáljuk ki, úgyhogy feltételezem, azért mondták, hogy hát, hogyha esetleg mondanánk, hogy promo, az nem lenne gond. Figyelj, összeszedjük az összeset, amennyit csak tudunk. Mennyit tudunk összeszedni? Igen. Mert akkor építgetnénk itt magunknak. Úgy, jó van, na nézzük csak. Ó, wow, figyelj csak oda. Azért ez jelentősen le van egyszerűsítve ám. Na, egész pacekos. Hát ez a... Ezt a fát majd kivágjuk, jó? Ott is van. Durranjon. Jaj, Istenem. Remélem nem kell fát vágnom, mert... Azt gondolom olyan, mint a Rustba. Jó, nem hiszem. Biztos le van egyszerűsítve. Ennyi? Dehogy ennyi. De milyen kis pacekos. Hallod, itt elélnék. Mit akarsz? Csak ne tett tegyenek ide. Azt innen nyomnám nektek a gameplayt.
Milyen modernos, mondjuk ezt a tetőt elengedném, tennék rá a napelemes üzét, oda nézzé. Hát srácok, hát nincs nálunk több fa. Where is the fa? Itt is van egy kis fa. Hon van még? Az előbb volt itt is egy darab. Á, itt van. Ezekből nem tudunk ilyet építeni? Vagy ez csak úgy van? Hát akkor rohadjál meg. Na jó, akkor viszont megpróbáljuk. Állj, csak nehogy... Aha! Oké! És akkor ez... What the fuck? Ez csak úgy fogja meg? Hát most ezzel mi van? Menjünk vissza a buildingbe! Nem jó? Hát most ezzel mi van? Nem ilyet kéne kivágni? Hát ez itt ilyen van! Szét tudom darabolni? Ne! Baszki! Hát most szétcsesztem az egy... Hova dobódott? Hát szétcsesztük a házat! Ó, te gyerek! Na! Ez mi? Te hogy ültetünk? Várjál! Humboldt! Srácok! Elvesztettük a fonalat! Na várjál, nem innen vágjuk ki, mert itt azért pacek kis árnyékot izének, itt teszteljünk. Én azt mondanám, próbáljunk ráütni izomból, mi történik? Aha, hát így mondjuk, jó erőset. Collect me, hát de az nem az. Baszki, hát én nem izét akarok. Egyébként azt is mondja, hogy izéljünk, ütessünk, úgyhogy ütetünk. Nesze, mennyit kell? Egyet? Kettőt? Hármat. Mit akarsz? Hát milyen fulli lesz, mondjuk eltakarjuk az egész helyet. Így né. Öreg asszony. Orra is melléje tesszünk egyet. Nem tudunk. Köszönöm. Aha. Megvan, srácok. Óhó. Nagyon jó. Tudjuk, hogyan kell már csinálni. Nagyon jó. Kell nem vágom, csak... hát igen. Szóval ez hány darab? Ebből megvan már legalább az a szar terasz. Ha már egyszer szétcsesztük. Szóval levágjuk. Osta az igen. Hallod? Most ütettük mekkorák, Dick. Hülye vagy. Mit akarsz? Jó. Szóval azt csináljuk. Ebből még megvan a izé is ám. Oda nézzé. Mit akarsz? Hallod, még üveget is csinálunk a fából, baszki? Ágy is lett, be is vetette az öreg asszony nekem. Hülye vagy? Hát milyen fullosan néz ez itt ki. Viszketek? Na mi van itt a kukába? Mit csináljuk a kukába? Azt mondja, hogy vannak itt ilyen kis szutyok fák. Fákok. Ezeket el kéne vinnünk. Nehogy elkezdjön nekem megint magyarázni. Valahova ide. Ne bele! Ide csak mellé. Hopp! Hopp! Oké, még kell hoznunk 7 darabot. Ez is jó oda. Hopp! Jó? Hát amúgy is egy csúnya, úgyhogy szépen összeszedjük. Srácok, nagyon pacekosak vagyunk. Csak úgy mondanám, hogy... Elég jól néz ki. Na, azt mondja, hogy ide ledobáljuk. Hopp! 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 Jó, most ez biztos elég. És akkor bele is dobálunk. Oda néz. Ó, vigyázz az öreg asszonyt meggyújt. Mi a szar? Srácok, itt bombasztikus módon nőnek a dolgok. Na várjál. Hova építsünk még egyet? Ó, ilyen vizes izé. Na várjál csak. Ezt itt kivágjuk, majd ütetünk. Majd tudjuk, hogy hova kell ütetni. Nem úgy van ám az. Üssé rá. Paf! Üssél rá! Paf! Jó? És akkor utána el kell negyedelni, vagy felezni, vagy mit tudom én. Aha! Nagyon jó, ebből nagyon sok deszkánk van, srácok. Oké. Az a durva, hogy kettő ilyenből kb. Fel is építjük a házat, szerintem. Jó, majd azért kiderül az. De szerintem nagyjából igen. Igen. És mennyi van? Azt mondja. Nem tudom, ez most összesen hány darab. De aztán lehet rohadtul nem építünk ám meg ebből még semmit. Mindegy, elkezdjük. Mutasd. Paf!
Legalább az alapot, ha már megcsináljuk ebből, az is már pacekos, hát ez lószarjóska. Olyan szempontból, hogy kettő fát... Ó, te egyet eldobtunk. Kettő fát sem eddig nem... Aha, sem eddig nem tart. Hova tűnt? Baszki! Eldobódott. Hallott, kivágunk? Ja, de nem olyan. Nem, mert megint akkor szétcseszem a bungallónkat. Ezt vágjuk ki. Ezt vágjuk ki. Szerintem most többet kivágok, aztán majd szépen izéljük. Milyen nevézzük. Utána már csak el kell vágni őket. Úgy né? Hát van itt most már jó pár. Na akkor nézzük. Azt mondja, mennyi lesz belőle? Jó nagyot ütünk rá, minél több legyen belőle. Nyilván mellé ment. Úgy. Erre is egy paf. Azaz. Figyeljetek, haladunk. Nem úgy van az. Jó, nagyon jó. Oké. Akkor azt mondja, még ott is van egy. Fél munkát nem csinálunk, srácok. Lesz annyi deszkánk, mint a disznó. Paf. Nagyon jó. Te az hova repült? Az egyik darabja elrepült, baszki. Oké. Ezt is szétzsuvázzuk. Nagyon jó. Még kell ütettünk fát is, azért nyál. Na, van itt most lotofa. Úgyhogy akkor nézegessük, szemezgessünk, hogy mennyi az annyi. Mennyit bírunk elvinni. Hallod, már megint hapciznom kell, hát hülyét kapsz. Oké. Még van kettő, nagyon jó. Akkor ezeket tudjuk is vinni, és akkor nézzük, hogy mennyit sikerül ebből megmókulni. Mire elég? Egy darab, egy oszlop? Igen. Akkor jó, akkor ez megvan. Hú, hát ez azért többet elvitt. Nem úgy van ám az. De még mindig van. Mondom, ez viszonylag azért könnyű itt építkezni. Szépen elrohad a izé. A, mi a jó isten? A fa itt a vízbe, de hát se baj. Ó, azért na ez is komoly kis kilátás. Az is lent van. És akkor még ezt is. És akkor jöhet a tető, ugye? Tetőre mennyi kell? Baszki, a tetőre egy deszka? Hallod? Majdnem az egész házat felépítettük 8 deszkából. Hopp, itt van egy. Ez elrepült. Mert hogy ezek szeretnek, én nem tudom miért. Srácok, ezek elrepülnek a rákba. Szóval, hogy elkezdett csinálni, azt repül. Mint a popcorn így kilőj. Puk! Na! Mit akarsz? Egész komoly kis cucc. Na, srácok! Innen folytatjuk, hogyha úgy van. Azt mondja, hogy pénteljük. Ójajaj, van ám itt lehetőségünk. Most már majd tudunk. Még horgászni is lehet, meg ilyesmi. Pénteljük. Hát... hülye vagy! Mi a szár? Az, hogy színben milyen... Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ó, tehát azért ez egy kicsit le van egyszerűsítve. Nem nagyon így kell pénteni egy házat, ugye? Hát azt hogy lássam, ha lemegy a nap? Na, szóval innen folytatjuk, srácok. A basket semmit nem látok. Hogyha tetszik a cucc, akkor szóljatok már, mert akkor tényleg nyomjuk tovább. És akkor találkozunk a következő részben. Hát ez így gyönyörű amúgy. Hűi, hallott? Hát nem túl jó, nem túl jó. Na jó, ezt majd kitaláljuk nappal, mert nem látunk semmit. Úgyhogy ja, találkozunk majd. Hello, hello, szevasztok, ha nem lennétek iratkozzatok föl. Itt van a vége, videó vége, nyomjál egy like-ot, thumbs up. Itt van a Soundfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább menjél, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagadd most már, valljad be. Hogy? Ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Jövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te báró, lehetsz te László, csávó, fekete pákó, ey.